Köszöntöm Önöket, 2019 első helyi értékét látják. A mai adás vendégének zenei tehetsége egészen fiatalon kitűnt már. Mára elismert billentyűsként és zongoristaként a világ számos pontján mutatta már meg tehetségét fellépései során. Ezúttal az ő történetét ismeretik meg. Köszöntöm a stúdióban Kaltenegger Zsolt, billentyűs zeneszerzőt, üdvözöllek. Én is köszöntelek, és kedves nézőket is. És ha már mondtam a fiatalon feltűnő tehetséget, ezt mondhatjuk a genetikának is köszönhető, gondolok itt természetesen a családra, hiszen a nagyszülők is már hasonló, vagy ha nem is hasonló, de legalábbis művészeti területen mozogtak, ugye? Hát tulajdonképpen félig hasonló, tehát nagyapám festőművész volt, és nagymamám pedig zongorista, énektanár, meg az összes ehhez kapcsolódó zongoratanár is. Tehát, hogy nem esett messze az alma fájától. És ha már a nagypapád, akkor ugye itt meg kell említenünk egy nagyon érdekes dolgot, egy névváltoztatást. Ez pontosan mi is volt? Igen, hát a nagyapám Kutas Artúr néven volt itt ismert, de ő ugye kb. 30 éves koráig Kaltenegger Artúrként született. Csak aztán most bizonyos okokból a német név az nem csengett jól akkoriban, és egyszerűbb volt a saját érdekében, meg a család érdekében magyarosítani. És akkor ő ezt a Kutast találta ki, mégis K betűs az is. És ugyanezt megtudtam már valamikor gimnazista koromban, és ez nekem nagyon tetszett, ez a Kaltenegger név. Meg akárkinek említettem, mindenki nagyon oda volt, hogy ez mennyire marha jó ez a név. És aztán azt hittem, hogy ez valami nagyon bonyolult dolog megváltoztatni és visszaállítani az eredeti családi nevet. Aztán kiderült, hogy végül is ez egy némi kis papír ügy, és ennyi az egész, tehát hogy ezt meg lehet csinálni. Többször nem lehet nevet változtatni, ez csak egyszer lehet az ember életében, de hogy akkor ez a logikusnak tűnt, és gondoltam, hogy még a pályám elején ezt érdemes megcsinálni, viszonylag az elején, mert aztán utána már az ember felépít egy brandet egy név köré valamennyire, akkor utána már totál ostobaság megváltoztatni. Úgyhogy akkor ez egy ilyen nagyon hirtelen ötlet volt. És akkor így lett. És akkor csak, hogy a mamádról is beszéljünk, ő kezdett el tanítani téged? Hát kicsit, de igazából nem. Teljesen normálisan itt az akkor még Bartók Béla Állami Zeneiskolába kerületünk zeneiskolájába kezdtem el tanulni Vámos Péter nénén. Úgyhogy nagyanyámmal csak gyakoroltam. És ha már hangszerek, akkor rögtön a zongora? Tehát ez így egyértelmű volt? Hát az volt otthon, ugye? És az a logikusnak tűnt, meg nem tudom, igazából nem is gondolkoztam ezen, olyan egyértelmű volt, hogy zongora. Nyilván az, hogy ugye az ember pöntjöréztem azon én ott kisgyerekkoromban is, tehát valahogy olyan egyértelmű volt, hogy akkor zongora. Nagyanyám csak gyakorolt velem, azt tudom, emlékszem, hogy jó füle volt, és a konyhából mindig mosogatás közben is bekiabált, hogy halmi is. De akkor ő is vett észre azt, hogy van-e ezt tehetséged? Persze, hát de az nem azt jelenti, hogy tehát attól még úgy, attól még ez, tehát az embernek van valami tehetség, akkor is meló, ráadásul nem is kevés, meg tehát hogy a gyakorlás az akkor is fárasztó időnként, meg nem tudom, tehát hogy, de egyébként igen. Na de azért ne hagyjuk a szó nélkül, hogy számos zenei stílus volt még így rád hatása, például rock is, ugye gimnazistaként már itt az életedbe bejött ez a dolog. Hát az is. Már általános, tulajdonképpen általános iskolában is, tehát ez így végig megvolt, tehát ugye klasszikus zenét tanultam, mert az zongora tanulás az annak az tényleg tehát az úgy helyes, meg az úgy kezdődik, de egy csomó minden más zene érdekelt inkább akkoriban. Akkor is egyébként érdekes módon a progresszív rock, most a Pink Floydtól a Genesisen át a Yesig, az akkoriban általános iskolában szinte csak ilyesmiket hallgattam. Aztán ez valahogy így eltűnt, mert jött a jazz, és aztán most került a helyére a dolog nemrég. Igen, tehát tulajdonképpen eleinte a jazz volt, ami leginkább nagy hatással volt rád. És ha már még tanulmányok, és ezzel folytatjuk, akkor ugye meg kell, hogy említsük ugye a Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolát. Igen, hát én végül is aztán jazz tanszakot végeztem. Igen. Volt szó ugyan, kicsit volt szó arról, hogy klasszikus pályára menjek esetleg, de aztán ahhoz én nem éreztem se elég kedvet se. Meg annyira már zenék érdekeltek, meg szerintem én nem lettem volna klasszikus zongoristaként olyan jó, tehát hogy már csak a
kezem se túl nagy, tehát ez sokkal jobb az ilyen jellegű zenékre, mint amit csinálok, mint mondjuk Lisztet játszani. Mindig meg szoktam kérdezni a vendégektől, hogy volt esetleg egy olyan tanár, aki nagy hatással volt rád, vagy akinek nagyon sokat köszönhetsz? Hát igazából az első zongoratanárom az, akinek a legtöbbet köszönhetek, mert egy olyan a Vámos Péterné, vagy Vámos Jövétként ismerik sokan itt, vagy ismerték a kerületben. Tehát, hogy ő egy olyan technikai alapot adott, amiből a mai napig élek. És ő végül is azt a fajta hozzáállást, amit én ma is képviselek, tehát ezt a nagyon, nagyon ritmikus, nagyon pregnáns zongorázást, tehát ezt ő tudta, hogy ez nekem jól megy, és nem azt akarta, hogy egyéb oldalaimat mindenáron felhúzni, vagy nem tudom, vagy erőltetni, hanem hogy inkább hagyta, hogy ez legyen még jobb. És ez nekem akkor nagyon jót tett, tehát tényleg így ebből élek ma is, sok szempontból. És hát tanulmányodat követően végül is arra is adott részben a fejedet, hogy továbbad a tudásodat tanítás formájában. Igen, 10 évig tanítottam ugyanebben az iskolában, aztán más, szóval nehéz összeegyeztetni a tanítást az egyéb elfoglaltságokkal, zeneírással, koncertezéssel, ilyesmikkel, meg úgy éreztem, hogy most úgy elég volt. Aztán most kezdtem, de igazából csak magán úton, de tanítok most megint egy éve. És egyébként ez a korszakodban, vagy erre a korszakodra jellemző volt az útkeresés is, vagy a saját magad stílusának megtalálása? Hát az útkeresés az állandóan jellemző, az most is így van. Pláne most, hogy annyira gyorsan történnek a dolgok a zenében, hogy tényleg így havonta hallok valami tök izgalmas új dolgot, amit be tudok építeni a saját zenei világomba. Úgyhogy ez egy ilyen soha véget nem érő folyamat, pláne ezekben a műfajokban, mint amiben én mozgok. És bár itt a szóló rész is, de azért a csapat is, illetve hát a triók is fontos számodra, mert valahogy ez mindig ez a hármasság jellemezte talán az életedet, és ugye a 90-es éveknél, hogyha folytatjuk, akkor a Kaltenecker triót kell, hogy megemlítsük. Ez hogyan és miként alakult? Mégis az a felállás, ami ilyen klasszikusá lett a Borlai Gergővel, meg a Studnicki Lacival, az tulajdonképpen 96 végén alakult, és aztán az Ivory Tower című lemez volt az, ami így ismertétek minket. Így a műfajon belül, meg így a szélesebb közönség számára is. Meg amit így a mai napig egy ilyen korszakalkotó, vagy korszakos lemezként emlegetnek. Ami végül is jó dolog, hogy ilyen műfajban, mert ez most már több mint 20 éve volt. Aztán csináltunk még egy ilyen fontos lemezt, annak meg The Crossing a címe. Ott már a Papes Péter basszusgitározik, de az is ehhez a korszakhoz tartozik. Aztán mindenki szétszélett erre-arra, és aztán különböző felállásokkal, különböző típusú jazzekkel próbálkoztam, de így ez egy ilyen kezdeti, nagyon fontos korszak volt. Ugye kétségtelen, hogy a jazz, mint műfaj egyrészt ugye nagyon nemzetközi, és nagyon népszerű is, de akkor is, mondjuk a 90-es évek végén is már nagyon népszerű volt, mondjuk itt hazánkban, hogyha csak ezt nézzük? Hát mondjuk a jazz népszerűnek, azt nem nagyon lehet nevezni. Már magát a műfajt mondjuk a populáros műfajokhoz képest. Rétegzeneként abszolút egy népszerű műfaj. Hát kis hazánkban, ugye kicsi ország vagyunk, nagyon Budapest-centrikusak, tehát itt szerintem rosszabb a helyzet, mint a legtöbb országban nyugat felé, de még lehet, hogy kelet felé is, már ami a közönségnek a számát, meg a közönségnek a műfajból való jártasságát illeti. De hát nyilván szerintem azokhoz az emberekhez sikerült eljutni, akik egyáltalán az ilyen típusú zenére fogékonyak. Furcsa lesz a kérdésem, de hogy a fellépések során te mennyire játszol inkább a közönségnek, vagy úgymond magadba zárkózva, vagy nem is magadba zárkózva, hanem egyfajta koncentrációt használva, csak játszol, 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 és sodródsz az árral. Hát
a közönség az mindenképp benne van, de ugye, tehát ugye sokféleképpen lehet a közönségnek játszani, tehát lehet közönséget énekeltetni, tapsoltatni, nem tudom, és most próbálok nem negatív jelzőket, tehát lehet pojácáskodni, vagy nem, tehát hogy az is egyfajta közönséggel való kommunikálás, és lehet úgy is kommunikálni, hogy annak nincsenek ilyen nagyon nagy külső jelei, de mégis van egy kapcsolat, és ez érezhető, csak ez egy ilyen nem kimondott, vagy nem látványos dolog. Tehát ilyen formán baromi fontos a közönség, és nagyon figyelek rá, hogy még nagyon sok impulzus tud jönni a közönség felől, és nagyon változóak lehetnek ezek. De ennek lehet, hogy semmi jele nincs, egyszerűen csak érzi az ember az energiát, ami jön föl, és akkor én tudok visszaadni, és ez egy ilyen jó játék. De olyan is van, hogy nem jön semmi. Nem jön semmi vissza, de ennek nincs külső jele, csak egyszerűen ezt így érzi az ember. Gondolom, és inkább jobb egy értő közönségnek játszani, nem? Nem is, mert a zenét nagyon... tehát nagyon érteni kell, akkor baj van. Tehát, hogyha el kell magyarázni, hogy hát figyelj, ez azért jó, mert tehát, hogy szóval most vagy tetszik, vagy nem. Ugye ezt a Frank Zappa mondta, hogy az a jó zene, ami tetszik. Tehát, hogyha most nekem ezt el kell magyarázni, hogy ez miért jó, akkor nyilván akkor baj van. De hogy persze kell valami minimális odafigyelés a közönség részéről, és egy szándék, hogy ő most eljön, és akkor ő hallgat egy ilyen típusú zenét, és próbál nyitott lenni. Tehát ennyi kell alapvetően, de mondjuk ez, mivel manapság mindenhol zene szól, ami egyébként baromi idegesítő, tehát tényleg egy nem lehet meginni egy kávét, vagy nem lehet venni egy pólót úgy, hogy ne bömbölne valami zene. És most arra ne is térjünk ki, hogy milyen zene, de hogy baromi jó lenne, hogy csönd lenne időnként. Mert egyszerűen, amikor az emberek bemennek egy koncertre és zenét hallgatnak, akkor nincs olyan hatása, hogyha egyébként egész nap mindenhol zenét hallanak, mint hogyha ki vannak ráéhezve, mint volt ez régen, amikor még nem szólt mindenhonnan zene. Tehát, hogy szóval a koncentrálást ez nem nagyon segíti elő, és hogy már az is egy nagy dolog, hogyha valaki úgy jön be egy koncertre, hogy képes figyelni egyáltalán. És nem izeg, mozog, járnak össze-vissza a gondolatai, beszélget, nem tudom, hanem hogy tényleg odaül, és akkor most átadja magát. Na most, hogyha ez megvan, akkor nagyon jó játszani, és ezt lehet érezni, és akkor mennek az energiák ide-oda, ha meg nincs, akkor meg nincs. És ha már koncentráció, akkor nyilván a zeneszerzőséghez is nagyon komoly figyelem és fókuszál lesz szükséges. Mennyire inspirálódsz könnyen? Szerintem nagyon könnyen. Mondom, annyi izgalmas dolgot lehet mostanában hallani. Most nyilván ne hála az internetnek, meg a közönségi oldalaknak, ez így amennyire rossz is sok szempontból, tehát mondjuk a lemezpiac az összeomlott, de ugye a zenészeknek bizonyos szempontból meg jó, mert nagyon gyorsan tudjuk egymást inspirálni a világ összes pontjáról. Tehát és valaki föltesz valamit az Instagramra Amerikába, hogy most én ezt használom, ezt a kütyüt ezzel, és akkor most nézd meg, hogy szól. És akkor tök jó, mert másnap én is kipróbálom, holott sose találkoztunk, meg egyébként lehet, hogy soha nem is fogunk. És mégis ilyen kapcsolatok alakulnak a neten keresztül, és nagyon gyorsan áramlanak az információk, és ez tök izgalmas, hogy győzze az ember követni. Akkor folytassuk a jelennel, ugye mondtad, hogy a korábbiak során több formációban is voltál, több formációval is felléptél, de talán a jelenedet leginkább ugye egyrészt a Special Providence, ami meghatározza, neki köszönhetően mondhatjuk a fél világot is bejártad tulajdonképpen, róluk így mit lehet tudni, vagy erről a formációról? Ez már egy bő 10 év, több mint 10 éves formáció, Marko Ádám alapította, és ő dobos, és aztán mindenféle, ott is tagcserék, stb. Én is így kerültem be 5 évvel ezelőtt. Most jelenleg egy Kanadában élő szerb származású gitáros, Alec Darson szólógitár fronton mozog benne, ugye az Ádám dobol, én billentyűs hangszereken játszom, és a Fehérvári Attila basszus gitározik. Műfajilag ez, ha nagyon egy titulust kell akkor mondani, akkor progresszív metal, instrumentális progresszív metal, tulajdonképpen a jazz rock, a metal, a, az, a,
Az elektronikus zene, a progresszív rocknak egyfajta keveréke, de nyilván még más hatások is megtaláltok benne, ez egy nyitott dolog. Ezért is izgalmas most számomra ez a progresszív zenei világ, mert érdekes módon az extrém szélsőségek iránt ez a közönség, amelyik ezt a műfajt hallgatja, sokkal befogadóbb, mint mondjuk az átlag jazz közönség, akik mindig ott vagyunk, hogy most nem persze vannak ilyen nagyon izgi avantgárd, meg nem tudom milyen műfajok, de az meg sokszor a hallgathatatlan kategória, tehát hogy nem lehet egyszerre ilyen is, meg olyan is a jazzen belül, ezt vettem észre. Tehát vannak műfajok, és akkor valaki csak zongorát akar hallgatni, de ha van benne kicsi elektronik, akkor az már nem jó, akkor van, aki csak azt szereti, hogyha ilyen free dolgok szólnak, és a szaxofon az csak visít, és csak oroszlán, meg medve, meg elefántbőg is van. Ha már valami tiszta dolgot hall, akkor jó, hát ez olyan ciki, meg az nyálas. Tehát, hogy van, aki az egyszerűségtől oszkodik, van, aki a bonyolultságtól, van, aki a fura hangoktól, van, aki a tiszta. Tehát, hogy egy ilyen skatúja izék van, tehát, hogy különböző műfajokat hallgató fogyasztók vannak, legalábbis én ezt érzem a jazzen belül. Ez a prog közeg meg most olyan, hogy bármit lehet bármivel keverve, tehát nem lepődik meg senki, hogyha ha egy thrash metal rész után jön egy valami egészen más elektronikus jazzes rész, aztán jön egy nem tudom, tehát hogy ez valahogy befogadóbb a közönség, és miután szeretem feszegetni a határokat, ez a műfaj, ez nekem most sokkal jobban esik. Tehát meg a zenéket, amiket írok, az is olyan, hogy szeretem a popularitást is, meg szeretem az experimentális dolgokat is, és ebben a műfajban valahogy bele lehet tenni egyszerre a kettőt, anélkül, hogy sőt, tulajdonképpen ez a közönség ezt értékeli, már legalábbis, hogyha ízléssel történik ez a dolog. Úgyhogy ez a műfaj, ez most nekem nagyon izgalmas. Nagyon, valóban nagyon érdekesen és izgalmasan hangzik, akkor nézzünk is meg egy rövid részletet, hogy akkor ezt hogyan is kell elképzelni. A jelen egy másik meghatározó formációja, most duó vonalon folytatjuk, ugye a Kaltenecker Markó duó, ez mikor és hogyan alakult, és itt pontosan milyen stílusú zenét játszatok? Ez tulajdonképpen egy véletlen folytán alakult. Volt egy meghívásom, amit az akkori zenekarom nem tudtunk megcsinálni, meg tulajdonképpen senkivel sem. És akkor az Ádámmal már erről beszéltünk, hogy esetleg kéne egyszer egy duóba játszani. És akkor mondtam, hogy jó, hát akkor most itt az alkalom. És tulajdonképpen tényleg egy ilyen egy-két próbával összeraktunk egy rövid műsort, hogy kimondottan csak erre a koncertre, és aztán az olyan jól sikerült, hogy gondoltuk, hogy akkor ezt érdemes komolyan, úgyhogy direkt erre a formációra írni számokat. És egy kicsit ezt, tehát hogy ebből ugyanúgy annyi munkát meg energiát tenni, mint ahogy a Special Providence-et csináljuk. Tehát hogy így kitalálni nagyon, hogy mi lehet. A lényege ennek az egésznek az, hogy ugye ő egy elég markánsan doboló ember, és inkább a rock, metal és ebbe a körbe mozog, kevésbé jazz, viszont ez a dolog egy kisebb dobszerelésen, halkabban, akusztikusan, ez baromi izgalmas is tud lenni, meg hogy egy olyan zenét gondoltunk, hogy ami a Special Providence azért elég kötött, és ez meg egy ilyen szabadabb dolog lenne, de megtartva ezt a fajta
jazzre nem annyira jellemző, vagy csak itt-ott jellemző fegyelmet, hogy vannak groove-ok, vannak dobritmusok, és nincs nagyon szétszedve az egész. Amit meg én teszek bele, az, hogy amitől különleges az egész, hogy itt egyszerre, tulajdonképpen, mint hogyha két ember játszana, olyan, mint hogyha lenne egy basszus hangszeres, tehát az egyik kezemmel a műsor 80%-ában basszusozok, és közben ettől tök függetlenül meg témákat, én szólókat, nem tudom, játszom a másik kezemmel, ugye egy klaviatúra, de szét van osztva egy bizonyos ponton, ez mindig változik, és különböző hangszínek különböző ügyek szólalnak meg, tehát hogy erre írtunk számokat. Itt nyilván a részemről ez a két kéznek a teljes függetlenítése, tehát tulajdonképpen ilyen két agy kell hozzá. Ez nekem mindig jól ment, és ez egy ilyen szerencsés dolog, hogy ebbe a felállásba egy ilyen a lehető legpopulárisabb formában ez ki van ez a dolog aknázban. Még egy fontos dolgot említsünk meg, hogy talán ugye kezdtük még a metalról és hogy a rockról is beszéltünk, aztán a jazzről, aztán megint a rock, de közben te váltottál még elektronikus billentyűre is, és most aztán még ezt is továbbfejlesztetted. Ez a folyamatos megújulás is fontos neked? Ez így van. Hát az elektronika az most már egy 15 éve van. Előtte nagyon csak kizárólag zongorázni voltam hajlandó. Ennek sok oka van egyébként. Az egész úgy indult, hogy miután sehol nem volt zongora rendes, vagy egyáltalán semmi, ezért az ember kénytelen voltam egy digitális zongorát venni, viszont az meg nem olyan. De egy elektronikus hangszert meg egy csomó minden más dologra lehet használni. És akkor elkezdett ez izgatni, hogy most oké, hogy ha már nem tudok akusztikus zongorán játszani a esetek 90%-ában, vagy nem megfelelően, és ha már viszek egy elektronikus hangszert, ami úgyis az enyém, akkor most akkor egy olyan elektronikus hangszert kéne használni, amivel csomó minden egyéb izgalmas dolgot lehet csinálni, és aminek akkor van értelme, hogy az azért elektronikus, mert az így van kitalálva, és akkor így jött az egész. Aztán most már így ott ragadtam tulajdonképpen. De a zongora is nyilván megmarad, de hogy ebbe baromi sok lehetőség van, és még mindig az van, hogy bár ez most változik, de amikor ezt elkezdtem, akkor a világban, akik elég magas szintre jutottak a zongorázásban, nem foglalkoztak annyira intenzíven elektronikával, csak úgy érintőlegesen. És ez is olyan, hogy sokan azt hiszik, hogy jó, hát most akkor ez nem egy nagy váltás, meg hát oké, ott van egy csomó lehetőség, meg hangszerek, meg nem tudom, és akkor ott valamit keresek, az úgyis majd jó szó, de hát ez nem így van. Tehát, hogy nagyon meg kell tanulni, programozni, effekteket használni, és az embernek a saját hangzását kialakítani. Tehát a saját hangszíneimet, a saját effektjeimet, tehát hogy olyan kombinációkba használni, amit nem hallani máshol. Tehát ez a része a dolognak, ahogy egy gitárost is, ugye most az, hogy van a gitár, az oké, de hogy azért ismersz meg egy bármelyik ikonikus nagy gitárost, mert ugye az effektjei, amit a gitár után van kötve, azt ő baromra kitalálja, hogy avval milyen hangzást akar ő elérni, és hogy az jellemző legyen rá, és ne lehessen a Józsit a Bélával ugye összekeverni, mert hogy ugyanúgy szól, hanem hogy legyen egy karaktere, és azt az elektronika adja. Most túl azon, hogy persze van egy játékstílus is. Na mindegy, szóval kicsit hosszan kifejtve a dolog, tehát hogy az elektronika az egyre inkább jelen van. És ha már jelen van, akkor ugye a harmadik fontos szelet a szóló karrier és ennek része. Ugye ennek kapcsán is léptél föl, vagy egy szóló produkciót hoztál el, ugye itt a Bartók, amiben a közelmúltban visszatértél, mondhatjuk így is. Egyrészt ez milyen volt, másrészt ugye itt a szóló résznél milyen jellegű dalokat játszol? Hát általában sajátokat, most már néha egy-egy feldolgozás. Az segít a közönségnek is egy picit, hogy hall valami olyat, amit ismer, csak egy olyan fajta megközelítésben, ahogy én egyébként játszom, meg ahogy így zenélek, az egy kicsit segít megérteni azt is, amit egyébként én csinálok.
meg az én számaimat is. Úgyhogy, de általában inkább sajátokat. Nyilván a sok elektronikus, meg egyéb ügy mellett így tök jó, hogy van egy olyan projekt, ami hát sajnos nincs vele túl sok koncert, ilyen évi pár, de hogy jó ezek mellett egy olyan, hogy akkor van egy darab akusztikus zongora, és akkor na most azon, akkor mit csináljunk, és akkor az van kimaxolva teljesen. Tehát ez egy ilyen projekt. És akkor végezetül beszéltünk a múltról, a jelenről, jöjjön akkor a jövő, ugye 2019-et írunk, milyen terveid vannak, ez most az alkotási időszak, mondhatjuk, vagy alkotói időszak? Hát most az éveleje az mindenképp ilyen. Az Ádámmal csinálunk most egy videót, két számból, ami szerintem baromi izgalmas lesz, meg sok meló van benne. Ennek az az érdekessége, hogy bár ez ilyen nagyon elektronikus zene, amit az Ádámmal játszunk, de teljesen élő. Tehát, hogy minden dolog, ami szól, az akkor ott kerül eljátszásra. Tehát, mert általában főleg az ilyen kicsi formációknál, duóknál, trióknál, akik elektronikus zenét játszanak, használnak felvett alapokat, vagy plusz rásegítést, és ebben meg pont az izgalmas, hogy semmi ilyen nincs, tehát minden, ami szól, az minden élő. És a videót is ilyenre szeretnénk megcsinálni, tehát ezt az oldalát akarjuk megmutatni. És közben ugye meg a zene az meg olyan, mint hogyha elektronikus zene lenne, tehát ilyen gépszerű dolgok szólnak, de mi ezeket élőben játsszuk. Úgyhogy ez lesz most januárban. Amúgy meg a Special Providence-nek a következő lemezén kezdünk most, illetve már el is kezdtünk dolgozni. És aztán a remélhetőleg a nyár, meg főleg az ősz lesz sűrű, nyáron van több fesztivál, Nyugat-Európában van egy német fesztivál, amire nagy valószínűséggel megyünk, tehát most ez még így alakul a Special Providence-szel. Tehát nyáron is lesz egy kisebb ilyen turnészerű, vagy ilyen fesztiválozós dolgok, és szeptember-októberben lenne majd egy nagyobb turné, még nem tudjuk, hogy mikor, de az most szerveződik. Hát én nagyon sok sikert kívánok minden tervhez, és nagyon sikeres évet is kívánok. Köszönöm szépen a kívást. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!